A török sportsajtó szerint a Leicester City mellett a Sevilla és az AS Roma is komolyan érdeklődik Szalai Attila iránt. Julian Nagelsmann lesz a Bayern München vezetőedzője a következő szezontól. A Juventus ingyen szerezné meg Guzmán Dembélét a Barcelonától. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka TV-n, ahol a mai videónkban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb átigazolási hírekről. A spanyol El Gol Digital szerint az Atletico Madrid szeretné visszacsábítani Spanyolországba a Chelsea védőjét, César Azpilicuétát. Diego Simeone Atleticója mindig is híres volt a kőkemény és hatékony védekezéséről, és ebben az idényben is a matracosok kapták eddig a legkevesebb gólt a La Ligában, és a csapat az utóbbi időben átállt a három középhátvédes játékrendszerre. A probléma ezzel csak az, hogy a jobb oldalra gyakorlatilag csak egyetlen ember van a keretben, az angol Kieran Trippier személyében, és amikor ő eltiltását töltötte, akkor többnyire a középpályás Marcos Llorente pótolta, aki viszont így máshonnan hiányzott. A klubnak a következő idényre mindenképpen kell igazolnia valakit, aki jobb hátvédként vagy jobb oldali szárnyvédőként bevethető, és csak még jobb, ha ez az új szerzemény közép hátvédet is tud játszani. Ha valaki beleillik ebbe a profilba, akkor Azpilicueta biztosan, aki lassan élő legendának számít a Chelsea-nél, hiszen 2012-es leigazolása óta már 421 mérkőzésen lépett pályára a kékeknél, amivel 8. a klub örök ranglistáján, és a légiósok közül csak Petr Cseh előzi meg. Ráadásul a 31 éves spanyol játékos a londoniak edzőváltásának egyik nagy nyertese, elvégre Frank Lampardnál csak elvétve játszott, Thomas Tuchel viszont folyamatosan számol vele, mi több, jelenleg Azpilicueta a Chelsea csapatkapitánya. Mindezek alapján nem tűnik valószínűnek, hogy a klub a nyáron elengedje, még ha a szerződése 2022-ben le is jár. Persze, ha a játékos maga jelzi, hogy szeretne hazatérni, akkor lehet, hogy mégis az Atleticónál folytathatja pályafutását. És mielőtt még tovább mennénk, ne feledkezz meg arról, hogy nyomd meg a feliratkozás gombot, és mellette a csengőt is, hogy garantáltan ne maradj le a Tiki Taka TV egyetlen friss videójáról sem. A Corriere dello Sport értesülései szerint az Internacionale is bejelentkezett az Ajax Amsterdam balhátvédjéért, Nicolas Tagliafico-ért. A 28 éves argentin légiós a tavaly nyári átigazolási időszak egyik legkeresettebb játékosa volt, és akkor szinte biztosnak tűnt, hogy a 2021-2022-es idényt már nem Amsterdamban tölti majd. Mind az ügynöke, mind ő azt nyilatkozta, hogy szeretne váltani, és az Ajax vezetősége sem zárkózott el az eladásától. Tagliaficót pedig kapcsolatba hozták a Chelsea-től kezdve az FC Barcelonán és az Atletico Madridon keresztül a Manchester City-ig sztárklubok egész sorával, hogy aztán végül mégis maradjon Amsterdamban. A teljesítményét ez minden esetre nem zavarta meg, hiszen ebben a szezonban is kihagyhatatlan a holland együttesből, és eddig 24 bajnokin 3 gólpasszt adott, egyszer maga is betalált, miközben az Ajax keretéből meccsenkénti átlagban övé a legtöbb sikeres labdaszerzés és becsúszó szerelés. Decemberben meg is hosszabbították a szerződését 2023-ig, amire könnyen lehet, hogy csak azért volt szükség, hogy a szezon végeztével még komolyabb összegért adják el. Előző kontraktusa ugyanis 2022-ben járt volna le. Most minden esetre az olasz sportsajtó szerint az Internacionale érdeklődik iránta, amelynek a balszárnyon azért lehet szükség egy új játékosra a következő idényre, mert a veterán Ashley Young a hírek szerint szeretne hazatérni nevelőegyesületéhez, a Watfordhoz, amely a minap jutott vissza a Premier League-be, és rajta kívül a keretben csak Ivan Perisic bevethető a bal oldalon, ő azonban támadó. Annyi bizonyos, hogy Tagliafico beleillene Antonio Conte játékrendszerébe, ráadásul egész olcsón megszerezhető lenne, hiszen az Ajax állítólag csupán 15 millió eurót kérne érte. Az angol sportsajtó szerint az Arsenal és a Manchester United is érdeklődik a Borussia Mönchengladbach támadója Alassane Plea iránt. Más kérdés, hogy a német klub nem akarja őt eladni, és Plea alig ha jelentene komoly erősítést a két angol klub számára. A 28 éves francia csatár 2018 nyarán igazolt a Bundesligába a Nice-től. A Mönchengladbach 23 millió eurót fizetett érte, és a játékos az első idényében rögtön 12 gólig jutott a német élvonalban. Ezt azóta sem tudta megismételni, az előző szezonban 10 alkalommal volt eredményes, a mostaniban pedig csupán 6 találatnál jár, vagyis a gólokat tekintve a teljesítménye mindenképpen visszaesett. De nem csak ez mutatja a hanyatlást, elvégre a legutóbbi szezonban 10 gólpasszt is kiosztott a Bundesligában, a mostaniban viszont mindössze egyetlen asszisztja van. Bizonyos szempontból mégis most figyelt fel rá a nemzetközi futball közvélemény, hiszen a Bajnokok Ligájában az ősszel mesterhármast vágott a Shakhtar Donyecknek, majd duplázott az Internacionale ellen. Plea a támadó alakzat bármelyik pontján bevethető, bár leggyakrabban középcsatárt szokott játszani, és a Daily Mail szerint 17 millió euró körüli összegért megszerezhető, ami megint csak nem tűnik valós információnak.
Szerződése ugyanis 2023-ig érvényes, és a Mönchengladbach sportigazgatója Max Eberl szerint nem tartalmaz kivásárlási záradékot, a Transfermarkt pedig Plea piaci értékét 25 millió euróra taksálja. Arról nem is beszélve, hogy sem az Arsenal, sem a Manchester United számára nem jelentenek komoly erősítést, és 28 évesen arra is kicsi lenne az esély, hogy később nyereséggel értékesítsék tovább. Olasz lapértesülések szerint az AC Milan legújabb jelöltje a támadó alakzat jobb oldalára, Tottenham Hotspur játékosa Erik Lamela. A milánói egyesület mindenképpen szeretne erősíteni ezen a poszton a következő idényre, hiszen az jól látszik, hogy az ebben az idényben bevetett Alexis Salemakers vagy Samu Castillejo nem feltétlenül üti meg azt a szintet, amire a csapatnak szüksége lenne. A rossonérit korábban kapcsolatba hozták az Olympique Marseille-ben szereplő Florian Tovannal és a Real Madrid játékosával Lucas Vázquezzel is, akikben az a közös, hogy mivel az idény végén lejár a szerződésük, így nem kell értük transferdíjat fizetni. Lamelával viszont nem ez a helyzet, bár az ő kontraktusa is csak 2022-ig érvényes, ami azt jelenti, hogy a Tottenham kényszerhelyzetben van, most kell eladnia, ha pénzt akar kapni érte. A Spurs állítólag nem is ragaszkodik az argentinhoz, aki remek képességekkel rendelkezik, ugyanakkor teljesítménye rendkívül kiegyensúlyozatlan, ráadásul a fegyelmezetlenség is benne van a játékában. Ezt kiválóan mutatta a márciusi Arsenal elleni derbi, amelyen egészen fantasztikus Rabona gólt szerzett, majd a második félidőben kapott egy teljesen felesleges piros lapot. Egyéb iránt Lamela számára a Serie A nem ismeretlen terep, hiszen 2011 és 2013 között két idényen keresztül játszott az AS Rómában, és második római szezonjában 15 gólt szerzett a bajnokságban. Angliában ezt nem tudta megismételni, sőt, 7 és fél év alatt mindössze 17 alkalommal volt eredményes a Premier League-ben. Ezzel együtt a Milán szívesen megszerezné, sőt, a Corriere dello Sport úgy tudja, hogy meg is kezdte a tárgyalásokat a Tottenhammel, amely 15 millió euró körüli összegért el is engedni a támadó középpályást. Újabb támadóval hozták kapcsolatba a Liverpoolt, amely a Holland Football International című magazin értesülései szerint bejelentkezett a PSV Eindhoven erősségéért, Daniel Malenért. Jürgen Klopp együttese az elmúlt héten egyik bajnokiát sem tudta megnyerni, így egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a csapat szégyenszemre lecsúszik a Bajnokok Ligája indulást jelentő helyekről. A szurkolók nagy része egyetért abban, hogy elsősorban a támadó sor szorul némi vérfrissítésre, hiszen Mohamed Salah, Roberto Firmino és Sadio Mané évek óta kihagyhatatlan, és a tavaly igazolt Diogo Jotás sérülései miatt nem tudott tartósan bekerülni a kezdők közé. A klubot több csatárral is kapcsolatba hozták, és a legújabb hírek szerint a PSV Eindhovenben szereplő Malen előkelő helyen szerepel a bevásárló listán. A 22 éves támadó már megfordult Angliában, hiszen ifistaként 2 évet eltöltött az Arsenalnál, ahová az Ajaxtól érkezett, majd amikor visszatért Hollandiába, akkor a PSV-be igazolt. A szélsőként és középcsatárként is bevethető Malen már az előző 2 évben is gólerősen futballozott, de a jelenlegi idényben még eredményesebben játszik, és már 17 gólja van a bajnokságban, de 7-szer az Európa Ligában is betalált, és már a holland válogatottban is szerzett 2 gólt. Ennek megfelelően szóba hozták az Arsenallal és a Borussia Dortmunddal is, most pedig állítólag a Liverpool szeretné megszerezni. Ez persze nem lesz egyszerű történet, hiszen egyrészt Malennek 2024-ig szóló szerződése van Eindhovenben, másrészt pedig az ügynöke nem más, mint Mino Raiola, aki az egyik legravaszabb, legdörzsöltebb tárgyalópartner. Ezzel együtt a Football International úgy tudja, hogy a Liverpool áll a legközelebb a megszerzéséhez, és 30 millió euró körüli összegért veheti meg a támadót, aki már csak az életkora miatt is beleillene a vörösök transferpolitikájába. A Katalán Sport című napilap úgy tudja, hogy a Juventus számít Ousmane Dembélé első számú kérőjének, és az FC Barcelona már 50-60 millió euró körüli összegért is hajlandó lenne megválni tőle. A torinói klub ugyanakkor inkább várna még egy évet a megszerzésével, annak érdekében, hogy 2022-ben ingyen igazolhassa le a támadót. A 23 éves világbajnok szélső furcsa helyzetben van a katalánoknál. A klub történetének második legdrágább játékosának számít, a Barca a különböző bónuszokkal együtt összesen 135 millió eurót fizetett érte a Borussia Dortmundnak, de egyértelműen nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A mostani a negyedik éve a Camp Nou-ban, de ennyi idő alatt csak 76 bajnoki lépett pályára és csupán 17 gólja van a La Ligában. Az előző szezon szinte teljesen kihagyta a sérülés miatt, a mostaniban viszont Ronald Koemannál egyre többet játszik. Szerződése ugyanakkor 2022-ben lejár, így a klubnak el kell döntenie, hogy akar-e hosszabbítani vele,
mert ha nem, akkor idén el kell őt adni, még azt is bevállalva, hogy jelentős összeget buknak rajta. A Sport szerint a Barcelona az utóbbi opciót választaná, és 50-60 millió euró körüli összegért eladná. Kérdés, hogy ennyit hajlandó-e fizetni valaki érte. Tavaly nyáron a Manchester United komolyan érdeklődött Dembélé iránt, de a United csak kölcsönbe vitte volna vételi opcióval, és ez a lehetőség most már nem működik. A támadót akkor a Liverpoollal és a Juventusszal is kapcsolatba hozták, és a torinóiak állítólag még mindig szeretnék megszerezni, ugyanakkor a Sport szerint az olasz egyesület nem akarja megadni a Barca által kért pénzt, sőt, akár még egy évet is hajlandó lenne várni annak érdekében, hogy ingyen megszerezze a francia játékost. A törökfanatik.com nevű portál értesülései szerint a Fenerbahçe-ban futballozó Szalai Attila iránt a Leicester City mellett a Sevilla és az AS Roma is komolyan érdeklődik. Az isztambuli klub idén januárban mindössze 2 millió euró ellenében szerezte meg Szalait a ciprusi Apollon Limassoltól, és akkor alig, hanem még a török egyesület elöljárói sem gondolták volna, hogy a 22 éves magyar középhátvéd ennyire és ilyen gyorsan be fogja váltani a hozzáfűzött reményeket. A 11-szeres válogatott játékos ugyanis rögtön az érkezését követően a kezdőcsapatban találta magát, ahonnan azóta is kirobbanthatatlan. A Fener legutóbbi 17 tét meccsén mindig ott volt a kezdő 11-ben, sőt, az összes találkozót végig játszotta. Ez persze nem csoda, hiszen Szalai meccsről meccsre egyre jobb teljesítmény nyújt a Super League-ben jelenleg a második helyet elfoglaló együttes hátsó sorában. Mindezek tetejében pedig védő létére igen gólerősen játszik, hiszen már 3 gólt is feljegyeztek a neve mellé a bajnokságban. A török szaksajtó már is úgy vélekedik Szalaival kapcsolatban, hogy ő a Fener irányítását 2018-ban átvevő klubelnök Ali Koç eddigi legjobb igazolása, ami azért is hatalmas elismerés, mert a patinás egyesület azóta több sztárjátékost is szerződtetett. Elég csak a szintén idén januárban megszerzett Mesut Özilre gondolni. Az isztambuli gárdában nyújtott teljesítménye pedig a topligás klubok számára sem maradt észrevétlen. Arról néhány hete már az angol sajtó is beszámolt, hogy a Premier League-ben szereplő Leicester City kiemelt figyelemmel követi a játékát, most pedig a fanatik.com nevű portál azt állítja, hogy értesüléseik szerint a rókák mellett a Sevilla és az AS Roma számít a legkomolyabb érdeklődőnek. Igaz, hivatalos megkeresés, ajánlat egyelőre még egyik klubtól sem futott be érte. Ugyanakkor az említett portál szerint az érdeklődő egyesületek scoutjai folyamatosan figyelik a teljesítményét, információkat gyűjtenek róla, és ha továbbra is ilyen játékkal rukkol elő, akkor a szezon végén várhatóan több ajánlat is befut majd a játékjogáért. Azzal viszont számolniuk kell a kérőknek, hogy mélyen a zsebbe kell nyúlni Attila megszerzéséhez. A Fener vezetése ugyanis állítólag 20 millió euróban határozta meg a vételárát, sőt, a török klubnál a hírek szerint úgy számolnak, hogy ha a nyári Európa-bajnokságon is jól teljesít a magyar válogatottban, akkor 30 millió eurót is elkérhetnek érte. Ami pedig a három fő érdeklődőt illeti, a kezdőbe kerülésre alig hanem a Leicesternél lenne a legkisebb esélye, hiszen a rókáknál a három standard középső védő, Csalár Szőjöncsű, Johnny Evans és Wesley Fofana is klasszis közeli képességekkel rendelkezik, és ha csak közülük nem távozik valaki a nyáron, akkor Brendan Rodgers alig bontja meg ezt a jól működő hármast Szalai miatt. Ezzel szemben a Rómánál és a Sevillánál már jóval nagyobb eséllyel szárhatna harcba a kezdő helyért. A Róma védelme ugyanis finoman szólva is pocsékul teljesít idén. A bajnokságban 51 kapott gólnál járnak, ami a 9. legrosszabb mutató a 20 csapatos Széria A mezőnyben, vagyis ráférne az erősítése a farkasok hátsó alakzatára. Szalai pedig mindenképpen ebbe a kategóriába tartozna, azaz erősítést jelentene a számukra. A Sevillánál viszont kevésbé szorulnak rá a védelem megerősítésére, hiszen övék a harmadik legkevesebb kapott gól a La Liga mostani kiírásában. Ugyanakkor a csapat egyik legjobb védőjét, Jules Koundét a nyáron várhatóan elviszi valamelyik európai top csapat, Szalait pedig az ő helyére szemelték ki, vagyis a spanyolok gyakorlatilag a kezdőbe igazolnák a magyar játékost. Néhány nappal az első német lapértesülések után már hivatalossá is vált, hogy a következő idénytől a jelenleg az RB Leipzig kispadján ülő Julian Nagelsmann irányítja majd a Bayern Münchent. A Bajor Star klubnak azért kellett új szakvezetőt keresnie, mert a csapattal az előző szezonban mindent megnyerő és a Bundesliga aranyérmét alig, hanem idén is begyűjtő Hans-Dieter Flick nemrég jelezte, az idény végén távozni szeretne posztjáról. Mindez abból a szempontból nem jelentett meglepetést, hogy régóta hallani lehetett az edző és a sportigazgató Hasan Salihamidzic közötti ellentétekről, de az még a Bayern vezetőségét is váratlanul érte, hogy Flick két héttel ezelőtt
A Wolfsburg elleni győzelmet követően a tévékamerák előtt egy élő interjúban tájékoztatta távozási szándékáról a közvéleményt. A tréner pár nappal korábban közölte a klubvezetéssel, hogy élő szerződése ellenére szeretne felállni a kispadról, és Münchenben ezután gyakorlatilag csak egyetlen névben gondolkodtak. A legnagyobb vetélytársat, az RB Leipziget irányító Nagelsmannt szemelték ki. A mindössze 33 éves edzőnek van bajorországi kötődése, hiszen ifjúsági korában az 1860 Münchenben játszott, de egy térdsérülés miatt nagyon fiatalon vissza kellett vonulnia. Edzői karrierjét a Hoffenheimnél kezdte, majd 2019-ben vette át a Lipcsejek irányítását, akikkel az előző idényben egészen a BL elődöntőig jutott, és ebben a kiírásban is eljutott a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszába. Nagelsmann szerződése 2023-ig érvényes, de sejteni lehetett, hogy a klub nem fog akadályt gördíteni a távozása elé, főleg azt követően, hogy ő is jelezte, érdekli a Bayern ajánlata. Elvégre mindig is arról álmodozott, hogy egyszer a müncheniek vezetőedzője lesz. A napokban aztán felpörögtek az események. Előbb a Kicker szellőztette meg, hogy a müncheniek már fel is vették a kapcsolatot Nagelsmannnal, majd a Bild már arról írt, hogy a Bayern meg is állapodott vele egy 2026-ig szóló szerződésben. Nem sokkal később a Westdeutsche Allgemeine Zeitung már kész tényként kezelte a váltást, amit hivatalosan kedden jelentett be a Bayern München. A klub sajtóközleménye nem részletezi a szerződés anyagi vonzatát, de a német média 20 millió euró körüli lelépési díjról számolt be. Egyéb iránt a hírek szerint a Lipcse először 30 milliót kért edzője elengedéséért. Ezzel nem mellesleg Nagelsmann a labdarúgás történetének legdrágább edzője lesz, hiszen eddig a legnagyobb összeg, amit egy edzőért fizettek, 15 millió euró volt. A Chelsea 2011-ben ennyiért vásárolta ki szerződéséből az FC Porto szakvezetőjét, André Villas-Boast. Írjátok meg a véleményeiteket a hírekkel kapcsolatban, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további foci videókért iratkozzatok fel a csatornára!